Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifkó Krisztián alias Mujó. Pifkó Krisztián alias Csendes Éj. Charlie, nem viccel, tényleg megnyomta a rekordgombot. Igen, most meg... Mi az, hogy 4 olvasó? Ja, Krisztián 2-szer. Túl sok a számítógép nálunk itt. Na, mi történt? Nyomatod a telefonról, meg a számítógépről. Van tableted? Nincsen? Azt is bekapcsolhatod. De van. Mi történt veletek, rock and roll arcok a héten? Ne is mondja, az agyam az egy büdös lukas szivacs, tehát kész, egész héten oktattam. Nem bírom én ezt már. Nem bírom én ezt már. Öreg vagy te már bohócnak, mi? Hát az attól, és akkor ott, mondom, bal oldalt, középen, rá van írva a gombra, elkészít. Nyomja meg, nem a bal gomb, a jobb gomb. Jézus. Nekem volt ilyen ismerősöm, volt ilyen ismerősöm. Kanyarodtunk befele, és így kanyarodik a főútvonal. Mondom itt majd, hogy kanyarodik a főútvonal balra. Azt mondja, és nem viccelt, melyik balra? Hát, ne őríts meg. Azt mondja, van néha ilyen, hogy összekeverem. De mondom, mit tudsz összekeverni? Nem vagy te. Hú, most majdnem mondtam, de akkor elveszítjük a hallgatók. Figyelj, Charlie, szerintem ő abszolút politikus volt veled, mert balból rengeteg van. Van bal közép, van szélső bal. Érted? Tehát ez a kanyar, azért, ez egyfajta bal volt. Azért ezt így súlyozzad, hogy melyik bal. Van olyan bal, ami már majdnem jobb. Körbeért. Ezt én sem értettem egyébként soha, nem fér bele a fejembe, hogy egy felnőtt ember hogyan tudja összekeverni a balt meg a jobbat, de annyira megdöbbentő rendszerességgel jelentkezik az ismeretségi körömben, hogy meg kellett tanulnom elfogadni ezt a jelenséget, és nem kiröhögni. Melyik őtök volt katona? Én. Charlie volt katona. Menet gyakorlat. Tehát figyelj, amikor de 50 ember megy, elhangzik a vezényszó, hogy bal, és passzik, az 50-ből mindig van 3, aki jobbra fog kilépni. Igen, meg van még egy, tudod, az a 8-10 ember, akik a ritmust úgy tudják, hogy hol van, de mindig mellé lépnek. Lehetett hát látni, hogy ő nem táncos, vagy nem zenész, mert... Nálunk volt egy srác, akinek ilyen mozgáskoordinációs zavara volt. Tehát tudod, ahogy sétálsz, vagy lépkedsz, a kezed az úgy lendül, ahogy a lábad. Na most ennek nem. Tehát ha ránéztél, tudod, így ment a sor, 50 ember egyszerre lép, ő is egyszerre lépett, csak ő a káosz volt így a sor közepén, önmagába, érted? Az hihetetlen volt. És megtörte. És a másik az volt, hogy ugye a menetoszlapot mindig úgy állították föl valami rejtélyes okból kifolyólag, hogy a legmagasabb van legelől, a legkisebb leghátul. Tehát amíg az első egyet lép, a leghátsó kettőt. Érted? Hogy a sebességet tudja tartani. Tehát és ilyen 120-os menettempó, hát aki volt katona, azt tudja, hogy ez mit jelent, az egy erőltetett menet. Gyakorlatilag a percenként 120 lépés, azért az nem kevés, gyerekek. Kényelmes sétatempó, ne hülyétkedj. Igen? Hát ilyen 20 kilométer után megkérdezném tőled. Jó, hát menet, teljes menet felszerelésben, mondjuk egy ilyen augusztusi napsütés, vagy esett az eső, vagy csak leizzottál. Hagyjad, vannak azok az emberek, akik fölteszik ezeket a kérdéseket, innen tudjuk, hogy ők nem voltak katonák. Igen, igen, és az összes ilyen válasz, meg az összes ilyen sztori abszolút duplán, triplán aláhúzza pirossal a fejemben, hogy de jó, hogy nem mentél katonának. Hát, ez... a találkozón, ha döglődne a buli, akkor csak földobsz egy katona emléket, és utána el van intézve. Ez berántott sajtot eszel, és hagyod, hogy kihűljön. Ez az egy nagyon fontos. Igen. Az egy darab katona történetem volt. Az egy darab katona. Viszont a balról, jobbról... Innen is csókoltatunk, Duda, ha hallgatunk minket. A bal jobbról eszembe jutott, hogy én már ilyen
óvodás koromban is ilyen nagyon kemény vonalas bajobb ismerő gyerek voltam, mert amikor közös torna volt a délutáni szundi után, menetrendszerűen, és az óvónéni azt mondta, hogy akkor most csináljátok azt, amit én, akkor én voltam az egyetlen gyerek, aki fordítva csinált minden, mert ugye fölemeli a bal kezét, és minden buta gyerek fölemeli a bal kezét, én meg, vagy fölemelte a jobb kezét, mindenki emelte a bal kezét, hogy pontos legyek, én megemeltem a jobbat. Mert hát azt csináltam, amit ő a jobb kezemet emeltem föl, mindenki meg tükörbe csinálta a dolgokat. Úgyhogy fontos dolog ez a bal és a jobb. Nekem ez a bal jobb, meg tükör, az jut eszembe, hogy ez egy ilyen családi sztori, hogy a kisebb, illetve a nagyobb, nem, a középső lányom, úristen, de hogy ennyi van. Középső lányom az úgy tanult rajzolni, hogy az anyja fogta a papírlapot, rajzolta neki a, mit tudom én, a hófehérkét, vagy a tündérkét, a gyerek meg a lap túl oldalán át. És elegendő számú ilyen rajz után egyszer csak azt vettük észre, hogy a gyerek mindent fejjel lefelé kezdte rajzolni. Én meg azt vettem észre egyébként, én tanultam gitározni, és még ráadásul balkezes is vagyok. És én úgy nőttem föl, hogyha szemben álltam a tanárral, vagy a színpaddal, akkor nekem az volt a természetes, hogy arrafele léggitározok, amerre a jobb kezes gitározó emberke, mert ugye szembeállunk egymással. És hogyha én látok egy balkezes gitárost, mondjuk Hendrix, akkor annyira fura nézni, és teljesen összezavarodok a fejemben. Még tanulni is sokkal egyszerűbb volt úgy akkordokat, vagy fogást. Na mindegy, hát a balkezesek máshogy vannak bekötve. Azért ilyen kreatívak. Igen. És szépek. Igen. És ügyesek. Azok. És okosak. Te balkezes vagy? Igen. Most mondtam körülbelül 10 másodperc. Jó. És nagyot mondóak. Nagyon finom, nagyon finom a Liquid Garden, nagyon finom a Liquid Garden Shakespeare likvidje. Most nagyot mondtam. Ó, már csak egy fél üveggel van nekem, basszus. Igen, én az üveget megtartom, de már szívesen... Küldök róla! De szívesen adok belőle. Nem. Ne lőd le. Na. Fölmész a Liquid Garden oldalára. Hát de várjál, hát Shakespeare-ből nem kaphat már többet. Nem, de a fényképét nézek. Ultra hiperlimitált széria. Na, kezdjük a mai rock'n'rollt. Én el sem mondhattam, mi történt velem. Jaj, bocsánat, mondd el. Ne csak hogy... Nem fogjátok megtudni most már. Csak én bele a tesóba. Lett egy szódagépem! Én kicsit pipa is vagyok rá, de miatt, mert... Na miért? Nem autentikus szódagéped van, hanem egy ilyen osztekes. Nagyipari valami... Tudod, neked ez a nagy szénsav patronos van, ugye? Igen. Na, hát az nem az igazi. Tehát ebben semmi kihívás nincs. Én a feleségem nagymamájától valamelyik születésnapomra kérdezte, hogy mit kérek, és mondtam, hogy mama, én egy old school szódás ballont kérek, és... Bementem a Liszt márka boltba, ott a, valahol a 4-es, 6-os villamos vonalán van, Baros utca talán, meg a József körút sarkán, és ott vettem egy 2 literes ballont, kérlek szépen, az old school iskolát követem, 2 liter víz, 2 patron, egymás között 5 perc szünet, és a fröccs ezzel a leges legjobb. Persze, természetesen szárra csiszolt alumínium ház, mint egy jó mod készülék, mondjuk. De melyik az, te ezt a 20-40 hány literes az? Nem, 2 literes, mondom. Tehát te azt a fajta 2 literes balont vetted, amiben kétszer kellett beletekerni a patront? Hát igen, mivel hogy egy patron az egy literhez való. Idején. Igen. Hát attól sokkal old school-abb szerintem az a nagy balontod, amit úgy kellett töltetni. Amit a szódás szifon, az a, aminek de még sztoria is van, hogy miért van egy kis ilyen kakas bizbasz a tetején, a csőrén. Miért? Az már nagyon explicit, azt majd adáson kívül elmondom, hogy kik és mit mostak vele.
Úristen. De ha mond neked valamit a szemétégető, akkor ki tudod következtetni. És állítólag ennek a megakadályozására historikusan ez a történelem során kialakult oka, állítólag. Nem akarom sem megerősíteni, sem megcáfolni. Na, viszont urbánus legenda. Én azt szeretem, mert nem tudom, hogy miért. Én kipróbáltam a sógornőmnél ezt, ami neked van, meg neki is van. Az olyan, rátekered, megnyomod, pisszem, vagy sziszem, vagy, és az úgy... Ekkora szar, mi? Sokkal hangulatosabb, hogy berakod a hűtőbe, még hűtöd, vársz vele, jönnek a haverok, nyomod a fröccsre, a végén azt a hangot, tudod, mikor fogy, és akkor, amikor meghallod, akkor hopp, gyorsan elengedni, hogy ne neked kelljen utána megcsinálni az újat. És akkor hallod ezeket a lökésszerű hullámokat, tudod, amikor így megy bele a szél, és az a igen, igen. Hát az a helyzet, szénsavasat szeretnék inni, és ebben kimerül az érdeklődésem bennem, ilyen mély húrokat nem pendít meg a szódakészítés házi művészete. Te egy integrált patronos vagy, mi meg a felújítható kazánosa. Ja, és mindezt augusztusban a kiskonyhában egy darab ilyen fehér, ilyen kicsit összemocskolt újatlan trikóba kell megtenni, érted? Nem kiskonyhában, rázogatod, legyünk akkor autentikusak, nyári konyha. Nyári konyha, igen, 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 nyári konyha. És mindezt úgy, hogy beleöntöd a Jaffa szörpöt a barna kanta tetőbe, és igen, utána spriccinted a szódát. Igen. Emlékszem, a lángososnál nálunk úgy adták a szörpöt, hogy nem volt még ilyen, hogy energiamentes meg anyám kínja. Tudjátok, az a nagyon vastag 3 decis papír, üvegpohár. Üveg. Igen. Abba fogta a nő. A szögletes aljú. Igen, volt nála, mi volt nála? Féldecis, amiben a féldekásokat nyomkodták be a userek. Abba szörpöt, onnan bele, és arra rá a PB gázpalack méretű ből, amiben persze az volt a hátránya, hogy azt kurvára nem lehetett sose hűteni normálisan. És na, az autentikus narancsszörp, tehát az utána szörp. Jaffa, nem narancs, Jaffa. Jaffa, bocsánat, Jaffa, mint az előbb is hibáztam egyébként, mert abban az időben kannát nem lehetett kapni, baszki, csak kantát. De hát mondjuk a kanta födőbe volt benne a cucc. Mondjuk na, én nem is Jaffát ittam, hanem Málnát, de... Már akkor is Málnát. Szobi Málna. Hát más se volt. Ne vicceljünk. Igen, de az milyen jó volt. Jó, Istenem, én egyedül a piroskát tudom mostanság inni. Szerintem még az, ami használható ízű szörp. Akkor azt még elmesélem, ha már témánál vagyunk. Nem lehet normális szörpöt kapni, basszus. Kísérleteztem nagyon, mert ugye ezekhez a szódaképekhez lehet ilyen nagy kiszerelésű szörpöket kapni. És mivel én cukros vagyok, ezért nem sok cukrot szeretnék inni. És lehet kapni stíviás édesítésű szörpöket, viszont valami elbaszott, bizarr ízvilágban gyártják ezeket. Tehát nincs egy jó málna szörp, egy affa, ilyen ananászos, grapefruit, meg ilyen bizarr kombó. De várjál, húsfüge. Nem, jó, az úgy van egyébként, hogy de ez pont az, mint mikor valakinek azt merem mondani, mert én már mondhatom évtizedek, nem sokat iszom, de ha iszom, akkor én light kólát iszom, hogy amit neked is valami threadben ott beszélgettünk erről, mondom, hát azért csak 32 g cukor van egy fél literes flakonban, ha nem bírsz nagyon leállni, mert volt ilyen kóla, vagy kollégám, hogy megivott 6-7 liter kólát egy szolgálat alatt, mondtam neki, hogy akkor még nem volt zero, light kóla. Fú, de milyen szar íze van. De nekem is szar volt az elején, aztán megszoktam. Sőt, így vagyok az energiamentes málna szörpel is, hogy én tudom, hogy szar íze van, de már ahhoz hozzászokott az ízlelő bimbom, és nekem is az elején ízetlen volt, nem olyan íze volt, mint a megszokott cukros málna szörpnek. Úgyhogy minden csak megszokás kérdése, szerintem egy hét és átállna a bimbód erre a szarra. Mert tényleg szar egyébként.
Már milyen szarra gondolsz? Hát mondjuk ezekre az édesítőszeres szörpökre, amik Az mondjuk... a baj, hogy nem ennyire egyszerű ez a történet, mert én tényleg végigböngésztem Történet. ezeket. És történet, történet, történet. És találtam egy magyar gyártót, aki szintén ilyen nagy kiszerelésű videókat csinál, és van neki diabetikus szériája is, és abban vannak normális ízű szörpök. De basszus, sehol nincsen föltüntetve, hogy mi a szarral édesítik ezeket, és ha létezik édesítőszer, amit gyűlölök, az az aszpartam. Kurvára utálom az ízét, meg elnézést. Nem is egészséges, igen. Drágaságért, meg nem is egészséges. Viszont egyébként a Coca-Cola az összes terméket aszpartammal édesíti, arról azért persze, persze. Jó, hát húcs, na de hát most ezt úgy mondom, Mujó, hogy mit tudom is, én nálam egy fél év alatt talán ha két literes üveget veszek, tehát ilyen ja. mennyiségben fogy. Súlyos. Na viszont a szörpöknél írtam a gyártónak, hogy árulja már, legyen szíves, hogy mégis mivel édesítik, és mindegyikbe aszpartam, hát a szívem szakadt meg, úgyhogy finom ízes málna szörpökről és egyebek. És miért nem gyártasz? Miért nem gyártasz magadnak ennyi szörpöt, Mujó? Azért nem gyártok magamnak szörpöt szerintem, mint amiért nem gyártok szódát hagyományos módon, hogy én ezt így inni szeretem, és nem kísérletezgetni. De édesanyám szokott például bodza szörpöt gyártani, hát és lehet, majd befűzöm. Az best ever. A bodza szörp az szezonban otthon készítve, annál nincs jobb. Az nagyon etalon. Na, szóval majd adok neked anyagot szörpgyártáshoz. Jó. Te minden nemű, minden folyadék nemű dologban utazol, Fifika. Igen. Én meg mindenféle füst nemű dologban utazom, és át is kötnék akkor a valódi podcast témákra. Volt egy Hajdú Online, a haon.hu-n egy cikk a füstbeszálló elhatározásról, és hogy mi az, ami segíthet leszokni a dohányzásról, és mi az, ami nem. Megemlítették, hogy sokba kerül a leszokás, és hogy mi az, ami valóban segít. És lemerték írni, hogy a tabletta a legjobb, de a legdrágább megoldás. Valóban drága, igen. Mert hogy havi 26 ezer forintba kerül, és negyed évig érdemes szedni, de inkább szedjet fél évig. Persze, én is alá... Tehát, hogyha én forgalmaznám, akkor... Sőt, azt mondanám, hogy szedd egy évig, az a tuti. Azt mondják egyébként, ezt még sehol nem olvastam, hogy egy dohányosnál 5 év után mondhatod azt, cigarettamentes év után, hogy sikerült leszokni. Ebbe lehet valami egyébként. Hát ez a szakértői definíció. Bár nem tudom, hogy ezt az ötöt hogy definiálták, hogy 5 év után kevesebb ember szokott vissza, vagy a fene tudja. Igen, na, itt volt egy bekezdés. Egy bocsánat. Nem beszélek bele, mondja csak. Itt volt egy bekezdés, nagybetűvel H1, ugyanolyan veszélyesek az elektromos cigaretta, mint a cigaretta, mert hogy szimulálja a cigaretta füstjét, a füst hőmérsékletével hozzájárulva a megszokott komfortérzet kialakulásához, de eddig tisztázatlan még, és több szabályozó hivatal figyelmeztetett mindenkit az egészségkárosító hatásaira, hívta fel a figyelmet a tüdőgyógyászati klinika igazgatója. Hozzáfűzve, hogy különös veszélyt jelent, hogy az eszközt különböző aromás formákban árulják, csoki, vanília, karamell, stb. Ami kifejezetten vonzóvá teheti a terméket, amit már milliószor át beszéltünk. Vízipipázás jött, hogy az még károsabb, mint a cigarettázás, és biztos vízipipázott, azért köhög. És ennyi. Szóval jöttek a... Cseppet sem fizetett hirdetés szagú a cikk. Hát én nem tudom, hogy de, hát, de látjátok, ugyanak, hogy ilyenkor mindig elég annyit leírni, hogy több szabályozó hivatal, meg tüdőgyógyászati klinika igazgatója, meg ezektől... Várjál. Oké, ezt már megszoktuk, hogy megköpködik az elektromos cigarettát, és az egyéb alternatív dolgokat. De hogy a 26 ezer forintba kerülő gyógyszerének milyen mellékhatásai vannak, akkor egy büdös szó nem esett. Pont ezt akartam mondani, hogy
tablet a legveszélyesebb bakker. Nem, én most találtam jobbat, és azt pont a Borisszal... Krétlapor. Nem, pont a Borisszal beszéltük, és ki is tettem az ecigiteszteknek a Facebook oldalára szerintem egy hete, két hete. Ott volt ez a... Nikotinos bélyeg. Na, hülye vagy, de ezt eddig is tudtuk. Nem, tudod, amiben fizetsz, abba a kis reklámcetli, és ott volt ez a nikotinos spritzni, amit a szádba, a nyelvedre, vagy mit tudom is én hova, és ott még úgy is volt leírva, hogy szó szerint kell, hogy idézzem, mert annyira felháborított, hogy ugye gyorsan le is fényképeztem, de amellett Cloud Chaser Party 8. kerület edition, nem ez az. Charlie, te szoktad hallgatni a podcasteket? Néha. Jó. Igen, azt mondja, egy 200 egészséges dohányos részvételével végzett egyszeri dózisos tanulmány. Nem tudom, hogy érzitek-e az ellentmondást. Hát miért attól még lehet valaki egészséges vagy dohányos? Nem, szerintem nem lehet egészséges attól, hogy valaki dohányos. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy ez a spritzni, ez azt mondja, hogy ez a quick spray, ez 1 mg per adag szájnyálkahártyán át alkalmazott oldat. És míg az e-ciginél mondjuk beviszel egy ilyen adagot mondjuk 15-20 perc alatt, addig itt semmi nem gátol meg abban, hogy egy ilyen gyenge pillanatodban fogjad, és így fújjál mondjuk 15-öt a nyelvedre. Hopp, már 15 mg. De egyébként a flakonban azt hiszem 150 fújásnyi van, tehát 150 mg-ot gond nélkül be tudsz vinni a szervezetedbe egy perc alatt. Wow. De azt a biztonságosnak tűnik. Igen. De azt a patika árulja, ne viccelj már, hát az hogy ne lenne biztonságos. Egyszer kéne csinálni egy ilyet, hogy valaki nem receptre kapható. Valaki feláldozná magát, és befújna a szájába 100-at, és aztán utána meglengetni, hogy és oda nézzetek, mit csinált ez a pokorra való készülék. Nem, ezt a Nagyvárad téren az OFI főbejáratánál nyomni azt a 100-at, aztán odahányni. Nesze neked, biztonságos. Köszönjük szépen a magyar sajtónak, hogy ismét Hajdú online, tehát haun. Haun.hu-nak, hogy ismét egy ilyen jól összeszedett és kerek történetet bírt az elcigi köré trollkodni. De akkor tovább is léphetünk, igaz? Mert ez még többet is beszéltünk róla, mint amennyit ér, csak mint érdekességképpen említettem meg, hogy így egyszerű az embereket megvezetni. Na, múlt héten ígértem, hogy körbejárom a repülőgépen utazás témakörét, és nem hagyott nyugodni a dolog, úgyhogy fölhívtam hát azt a két légitársaságot, akivel utazni fogok a nyaralás során, és azt az infót kaptam, több mindent megkérdeztem, tehát ugye azt érdemes tudni, hogy ha innen valaki Amerikába repül, azért az nem úgy néz csak ki, hogy felszáll a gépre, és a csomagjait átvizsgálják. Az ottani biztonsági szervezet, a TSA, minek is a Transportation Security Administration, a rövidítésük hivatalosan, mármint, hogy a TSA ezt jelenti, tehát ők is bármikor kinyithatják bárkinek a gyanús csomagját, akár a kézifogyaszt, akár a nagybőröndöt, és ezért jó, hogyha mondjuk valaki teljes az áras táskát vesz, hogy ne széttörjék, hanem legyen egy ilyen biztonsági tartalékzár is rajta, amit csak ő tud egyébként kinyitni. Na, szóval három oldalról közelítettem meg. Az első, az rögtön a TSA info lenne. Én azt mondom, hogy ezeket mindenki jól kattingassa meg, mert rengeteg-rengeteg információ van. A TSA oldalán egyébként föl van sorolva külön kategóriánként, tehát a gyógyszerek, a feltételek, hogy szállíthatod őket, az ételek, az ajándékok, a folyadékok,
hogy hogy szállíthatod. A katonai részre nem térek ki, mert fegyvert viszonylag kevesebbet szállítok, én is, meg ti is gondolom. Úgyhogy a TSA jól körüljárja, de iránymutatást tudtak adni a légitársaságok is. Ami nagyon tetszett nekem, az a, azt hiszem, hogy a 4-es volt, Electronic Cigarette Consumer Reviews.com, és ott van egy, hát nem is infografika, alatta van a szöveg, hogy mit lehet és mit nem. Ha megkattintja mondjuk Fifika azt a Twitter bejegyzésben azt a t.co nevezetű linket, és fölötte ugye ott van a szöveg, hogy, hogy az elektromos cigaretta és a, az eszközök megengedtek a, megengedettek a kézi podgyászban, apróbb megszorításokkal, és ő berakott egy képet. Hát volt pofája fölmenni a repülőgépre egy kézigránát formájú moddal, amire egy iClear-t rárakott. És ezt még, még be is jelölte rajta, illetve hát ezt a TSA rakta föl, és bejelölte rajta, hogy honnan, hova. Tehát azért voltak ennyire jó fejek, hogy hogy megvizsgálták szúros szemmel bár, de tovább engedték az utast, tehát még ilyet is fölengedtek a gépre. Ott van, devices are permitted in your carry-on and checked bags. Unless they look like a grenade. Szóval, hát ilyeneket azért ne vigyünk magunkkal, de, de megkérdeztem a 18650-es aksit is, föl lehet vinni. Azt javasolják, hogy, hogy ugye azt tiszta sor, hogy a gépen nem vépelünk, de bocsánat, oslinca, de hogy vegyem, külön szereljem szét a készüléket. Biztosan Málnára megy. Hát az arra nehezen. Szóval, hogy szedjem szét a készüléket, hogyha nagyobb, mondtam neki, hogy 18650-es aksi van, úgyhogy arra itt vannak ezek a kis szilikon egy darabos kis aksi tartók, abban majd belerakok kettőt, bele a kézipodgyászba, külön a moddal, a folyadékot, ugyanazok a, bármilyen hihetetlen, ugyanazok a, az előírások vonatkoznak rá, mint hogyha a gyereknek tejet vinne az ember. És erre belinkelem majd a British Airways-nek a vonatkozó passzusát. Itt leírják ugye ezt az egy decis flakon, lehetőleg jól bezárva, és egy zacsiba, mondjuk egy ilyen húzózára zacsiba belerakva, de ezt még aztán szofisztikálják, hogy vagy, vagy ilyen kis fiolák, tudjátok, mint a szemcsöppentős fiolák, vagy, vagy a kézipodgyászban, vagy a nagy bőröndben. Én azt mondom, hogy a kézipodgyászban legyen. Az aksi, az fontos, hogy az aksit, a, az csak a kézipodgyászban. Tehát a TSA, vagy a, azok, akik az induláskor átvizsgálják a csomagot, azok biztos, hogy a nagy bőröndből ki fogják kapni, mint Foxy a lábtörlőt. Szétlövik a bőröndödet. Konkrétan. Aztán mi van még itt? Az direkt most egy show old nyomok, és azt mondom, hogy cigare... Igen. Itt is írják. A British Airways-nél az elektronos most cigaretta az a kézipodgyászban mehet. Csak nem használhatod, viszont a becsekkolt nagybőrönben, ami megy a gépnek a törzsébe, a hasába, oda nem. Hát ott egy nagy buzi piros X van, azt ne is erőltessük, ne is próbáljuk. Ha baj van, akkor ott nagy baj lehet. Tehát likvid kipipálva, készülékek kipipálva, aksi töltő az nyugodtan mehet a nagybőrönben. A, én azt mondom, hogy... hogy valami olyan kazánt válasszunk, ami, ami bírja a nyomás változást, és úgy tároljuk, hogy, hogy ha pisilni tud, akkor az a kazán pisilni fog. Tehát ne talpára állítva mondjuk, hogy fölfelé legyen a drip, egy kájfun vagy egy tájfun jellegűnél, mert a nyomás változás hatására ki fogja magából tolni az összes folyadékot, úgyhogy fejjel lefelé, és akkor azzal sem lesz gond. Úgyhogy nagyjából ennyi, de hogyha valami kérdésetek van még, akkor, akkor mondjátok. Kantálvatta. Mi egyszer? Kantálvatta. Hát azt úgy nem kérdeztem, az az igazság. Multiméter, butánék.
A bután égőt azt lehet, csak nem a kézi podgyászban, tehát ott öngyújtót lehet maximum szállítani, tehát ezeket a szúrólángos játékosokat nem. A kantál az nem gondolnám, hogy bármennyire is veszélyes, tehát azt akár a fület köré is tekerheted. Itt én hát, ha azt gondolják, hogy ilyen orgyilkos garotként viszed föl magaddal. Nem. Mondták egyébként, hogy tehát kifejezetten ne hívjuk föl a reptéri ellenőrzés figyelmét arra, hogy nálam van egy ilyen 26-650-es dupla aksis mod, de... Viselkedj természetesen. Igen, konkrétan ezt mondták, hogy viselkedj természetesen, azok az emberek, akik átvizsgálják a csomagodat, nem a tiéddel fognak először találkozni mondjuk elektromos cigarettával, úgyhogy nem kell ettől betojni. Maximum megmondják, vagy felkérnek arra, mert ugye ez külön kosárban kell a kézipodgyászt és az összes nálad levő cuccot átvilágítani, megkérnek, hogy mutasd be, hogy üzemel, vagy egy apró nyalintással nyaljál bele a likvidbe, nem lesz semmi baja tőle az embernek. Erről az jutott eszembe, hogy viszont az, aki elsőnek utazott így, az vajon mennyit vesztegelhetett ott a security check-nél? Ez mi? Szedje szét! Egyébként azt mondják, igen, hogy az akkumulátort, a töltőt tedd mondjuk a laptop táskába, és különítsd el minden elektronikai ketyerétől, amihez mondjuk hozzáérhet, zárhatat, okozhat, és szedd szét magát a porlasztót és a mod készüléket. Illetve amit mondtam, hogy az aksit azt meg tedd egy olyan szigetelő dobozba, külön a táskában, ahol nem okozhat gondot, sokkal egyszerűbb lesz így egyébként az átjutás, és ennyi. Tehát a maximum, amit írnak itt, hogy a TSA megkér rá, hogy szereld össze, szereld szét, és a repülőgépen ne használd a cuccot. Pláne azért, mert hát ugye itt pont azt írják úgy, várjál, hogy is fogalmazott, hogy ne kelts pánikot, és ne eregessél gőzöket a felhők felett, mert azok, tudjátok, ez megreked egy szinten, és aztán az olyan fura, ott nem lehet azt mondani, hogy nem, hogy kinyitom 10 percre az ajtót szellőzni. Tehát amit jegyezzem meg mindenki, 3-1-1, ez a szabály. 3,4 unciás. Tehát nálunk 1-1-1 is lehetne a szabály. 3,4 uncia 100 ml maximum egy flakon. Egy zacskóba összepakolni az összes kis fiolát, krémet, likvidet, stb. És egy utasnak egy zacskó lehet ilyen a bőröngyében, tehát nem lehet az, hogy telepakolja, és csak ilyenek vannak benne. Kézipodgyászról beszélek most. Úgyhogy ennyi. Ha kérdésetek van még, akkor állok elébe. Hú, és a nagy aksit azt azért viszont, hogyha leáll a motor, akkor legyen mivel beindítani. Már milyen nagy aksit? 18-650 szabvány aksit viszek. Azt a 26-650-et csak vízből mondtam. Nem, ja, nem lenne pofám ilyennel nekivágni egy repülő útnak, tehát... Sőt, néha ki sutyomba kimenni a WC-re egy. Igen, induláskor, most olvastam, éppen induláskor valamelyik nő azt hitte, hogy kapaszkodó az ajtónak a belső karja, és belekapaszkodott, és kinyitotta az ajtót menet közben. Úgyhogy azért az úgy meleg. Mit csinál csokolom? Én csak kapaszkodtam. Van egy PDF is egyébként a British Airways-nek. Néztem azt a PDF-et, de mondjuk okosabb nem lettem tőle. Melyik? Ez a Check Our Guide to Dangerous Goods? Ja. Most megkattintom én is. Hát de miért nem? Ott egy gyakorlatilag egy mátrix, hogy mi engedélyezett, mi nem. Például alkohol. Ez tök jó, mert ajándékot is akarok vinni. Yes, 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 no, no. Na, úgyhogy ennyi a repülős, utazós
témakörben. Ez a Yes, 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 No, 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 ez majdnem olyan volt, mint a Kraftwerknek a Sex Object című dala. Igen. Hogy velem mi történt? Rossz helyre nyomtam Command Q-t és bezártam a szafont. Hú, nagyon Terminátor lett a hangotok. Kutya ugat, halló, ezt halló. Már hallom. Na, erre most... Halló. Halló. Nem tudom, mi történt. Zavar van az erőben. Vagy a napkitörés. Rávépelté, fogadjunk az internetre. Is. De és nem bírja. Belagoltál. De látod, a kutya az pingeti a netet. Ennyi. Ja. Úgyhogy szerintem mehetünk is tovább. Mi volt a következő pont? Ezt én nem merem felolvasni. Andor egy, tudod, ilyen kis, nagyon sok van benne fürge, és csak egy ér célba. A megfejtéseket a következő podcast talán kérjük. Kenguru! Emu! Hát, akkor mondjuk azt, hogy Andor egy lekvid. Andornál nagyobb kaliberű játékos rég volt a pályán. Ugyanis van egy ragasztó pisztolyos figuránk, aki kért volna egy mit is? Scarabeust, eredetit, mert hogy ő egy klónt rendelt, és hogy majd ő összehasonlítja, hogy az milyen. És az egyik csoportban megkérte azokat az embereket, akiknek ilyenje van, hogy segítsenek rajta. Jó magam, elhatárolódta. Ó, Lósa is benne van a csoportban. Óvatosan kell most már. Szóval elhatárolódtam tőle, ragasztópisztolyos figura kezében nem adunk ilyen precíziós műszereket, és picit majdnem el is szégyeltük magunkat, mert Andor írt egy olyan monológot, hogy ma délben postára menet, mindenféle gondolatok kavarogtak a fejemben, kicsit csalódott vagyok a társaságban, mindig az összetartásról papolunk, és csak én vagyok az, aki küld neki egy modot, és már itt leeshetett volna, hogy itt valami baj van. Hát Andornak nincsen Scarabeusa, ez neki túl mainstream. Tehát az tömeg cucc, igen, érted, amivel több van, mint 100, az már neki nem kell. És le is írta, hogy ő nem hagyta cserben lám, minden tőle telhetőt megtett, ezt soha ne feled, úton van feléd bubis borítékban, hogy azért meg ne sérüljön szegénykém. És ma jött a tusé, próbálom úgy felolvasni, hogy a csúnya szavakat kifütyülöm. Nem fogod tudni. Amit írt rá Gavron. Andor Várkonyi, te mocskos, és még volt pofád olyan szívhez szóló posztot kirakni, hogy hújjon ki a maradék hajad is, te bőkezű láda, ezért még csúnyán megfizetsz. Ez volt az évszázad szivatása szerintünk is egyébként, ugyanis Andor elküldött neki egy Typhoon Scarabeus-ról készült képet az alábbi felirattal. Bocs, Gavron, de nekem nincs Scarabeusom. Ha lenne, ilyen lenne. Hű barátod, Andor. Én lefordultam a székről, amikor ezt megláttam. Anya, tehát ezt így el tudom képzelni, hogy Andor miközben banki biztonsági szoftverek programozásával kilódik, ütögeti a billentyűt, és így megvilágosodik, hogy basszus, hát küldetek egy fényképet, hogy szerencsétlen tudjon összehasonlító tesztet végezni. És nem is ez a szép a dologban, hanem hogy vett bubis borítékot, megcímezte, és feladta. Ne felejtsük el, a kép a Favorit Shop oldaláról van, még írt Bélának is, tisztelt Jávorszky úr, szeretnék engedélyt kérni az egyik fotójának felhasználására, melyet a favoritshop.hu oldalról töltöttem le.
Köszönettel, Várkonyi Andor. Vagy túl vagyok. És Andor föladta, beírta, begyűjtötte a gratulációt Gavrontól, majd várt egy hetet, és hagyta addig mindenkit, hogy följön a levében, és már majdnem szégyeltük magunkat, hogy milyen trógerek vagyunk, de nem. A trógerek királya Clairvoy. Nagyon zsír volt. Én ezt azért egy picit tovább gondoltam egyébként, mert ez annyira jó ötlet, érted, hogy a ilyen fotelforradalmár találkozót kéne tartani, mindenki elküldi a fényképét a kocsmába. Érted? Ott a kocsmáros meg jó kiragasztja, és akkor együtt vagyunk. Nem? Tehát hú, mekkora buli volt! Fú, te hallod? Hú, Béla azon az A3-as lapon, nagyon neki indult. Igen. Hát ez valami hatalmas. Tehát... Esnek a végén az asztal alá. Óriási. Egyébként Gavron helyében én ezt a posztot el se indítottam volna, csináltam volna egy ilyen kicsomagolós videót. Meg csinálni a review-t. Jó, hát az eredeti, de egy kicsit lapos a kínai képes. Egyébként... Nem reagált túl jól a nyomásra. A Gavron lereagálta a dolgot, és szerintem a postásra röhögött a legjobbat. Azt mondja, amikor megláttam és eldobtam a téglát, amit pakoltam, a postás majd leesett. Hát úgyhogy úgy szép az élet, ha zajlik. Megjött a Scarabeuszom, úristen! Kilopták a borítékból. Vagy tudod, nézd, már rápakoltak egy raklapot, milyen lapos lett, úristen, mi lesz velem? Kibontja, és ott van egy A4-es papír. Elképzelem, hogy azért az elmúlt napokban várva a hatást, Andor néha egy véletlenszerű időközönként senki nem tudja, miért csak így fölröhög magában. Jaj, támogatta az aláírásával egyébként, mert más se volt rajta, ami értéket képviselő. És ha már ilyen gyönyörűen átvezetted, ugye már volt szó a Totally Wicked 20-as cikkely megtámadó, EU-s bíróságon megtámadó akciójáról, ennek készítettek menet közben egy saját weboldalt is, ahol a szimpatizáló gőzlérek és gőzlérnők aláírásukkal támogathatják, ha nem is az eljárást, de a kis lelkét a Totally Wicked-es gárdának. Inn a weboldal alján egyébként ilyen kis futócsíkban folyamatosan írja ki a szimpatizáló emberkéknek a nevét, úgyhogy akinek van kedve meghagyni az e-mail címét, az bígyessze oda a nevét. Fuck yeah. Majrá, Totally Wicked. Szerintünk is. Jó. Tökös gyerekek egyébként, tehát azt kell, hogy mondjam. Igen, rajtuk tartjuk a szemünket. És mi, és rajtunk keresztül természetesen a kínaiak is. Tehát. Vari volt, meha, kínálat, csak ennyit mondok. Kínálat, mi vagyunk az ablak a világra. Jót röhögünk rajta közben, meg tényleg. Volt van állam, előtt eszembe volt van állam egy jó barátom, aki upgrade-elte a regúját egy IPV minire és egy Kaifun Lite-os setupra, és oktatás, tekerési oktatás címszóval átjött ma hozzám vendégségbe, és megtekertük neki a kazányát, illetve én felügyeltem, ő pedig tekerte, én meg dirigáltam, hogy mivel, hogyan, meg mint. És aztán így végeztünk, megtekert kettőt, el voltunk, beszélgettünk, és aztán a procedúra után egyszer csak rám néz, és azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha lenne valami ilyen gépesítés, hogy csak úgy vagy, és megtekeri neked. Mondom neki, ilyen van, úgy hívják, hogy Kína. Szó szerint. Integrált patronok és Kína. Pont ezért vettél RBA-t, hogy ne kelljen. Egyébként pont a kínaiakról jutott eszembe, néztem a minap, valahogy szemem elé került, mert pont kapcsolókat kerestem, és nem is a
valami nagy áruházban, hanem az FT-n, és mikrokapcsolók 100 darab, mennyibe került szerintetek? $1.89. Egész pontosan, 100 darab. $1.89. 100 darab kapcsoló. Hát egy darabra leosztod annyi, hogy az már számítási hiba. Eltaláltam. Annyi volt. $1.69, vagy valahogy így, tehát ilyen $1 valamennyi. És az FT-n kerestél mikrokapcsolót? Nem, csak nézegettem ugye a napi újdonságokat, és hát mondom, dicsak more, mi van itt előttem? Nézem, azt hopp, 100 kapcsoló. Mondanám, hogy tudod, nem kér ez enni, veszek, de nem veszek. Hát pedig jól jöhet még. Bármikor. Mikrokapcsoló. De ha már a fasztek bugyraiban tartunk. Akkor ugorjuk át azt a két pontot? Nem, visszatérünk rá, csak ha már a fasztek bugyrairól beszélgetünk. Az egyik csoportban föllángolt egy vita. Én is hozzászóltam, most már Sötét Nagyúr is kifejtette a véleményét. De hát igazából ugye a fölpaprikázott ragasztópisztolyos barátunkat húzták föl még jobban, tehát így el tudom képzelni ezt a menetet, hogy jött az Andor levele, aztán elkezdett magyarázkodni ebbe a Facebook csoportba, és akkor hát ott egy páran tényleg már ilyen mozinak nézték a beírásait, és akkor popcorn zavallás közben mesélj még, légy szíves. És hát rá meg ugye jellemző, hogyha egyszer főhúzza magát, akkor nem bírja abba hagyni az igazságosztást. És gyakorlatilag annyi az egésznek a kirobbantója, hogy vajon a faszteken lehet eredeti kínai, vagy nem kínai, most ebből a szempontból tök mindegy, de hogy a faszteken lehet eredeti dolgokat vásárolni. És akkor ugye jöttek a márkák, és hiszem, én pont a Kangernél akadtam le, és hát valamelyik podcastben erről beszéltünk is, hogy a Kangertek elzárkózott a Fasztektől, mint értékesítési csatornától, illetve egyértelműen kijelentette, hogy ott ő disztributálni nem disztributálja a Kangertek termékeit, tehát a Faszteken nem lehet eredeti Kanger terméket kapni. Ezt annyira szigorúan veszi egyébként a Kangertek, hogy a saját disztribútori hálózatát is folyamatosan monitorozza. Ami egyébként majd meg fogjuk szokni, a kínai cégekre egyre inkább jellemző lesz, főleg azokra a cégekre, amelyek mögött valamilyen állami támogatás van, vagy tőke, vagy befolyás, vagy erő. És a kínaiak egyszerűen próbálnak kilábolni abból a rájuk ragasztott jelzőből, hogy tudod, hogy náluk minden hamisítvány, semmi nem eredeti, stb. Stb. És ezt most már megfigyelhető egyébként azoknál a húzó kínai cégeknél, mondjuk a Xiaomi. Xiaomi. Nem. De. Egyszer ezt valahol magyarul lát. Na mindegy. Xiaomi. Xiaomi. Teljesen mindegy. Úgy mond, mint hogyha tőrölmetszett paraszt lennél, és mondanád, hogy Xiaomi. 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 Xiaomi the way to your heart. Xiaomi-ra is jellemző, de ugyanígy lehetne még sorolni a kínai, most már egyre inkább kvázi márkásnak számító cégeket, hogy egyre jobban odafigyelnek a saját piacon. Tróger vagy! Ez nagyon jó beszólás. Egyre jobban odafigyelnek. Nem hallunk, Fifika. Itt vagy, nem hallunk. Halló, Fifika. Fifika. Tudom, én is itt vagyok, de a beszólásért kap. De nem én szóltam be, a mújó szóltak. De te meg helyeseltél. Ennyi. Igen, mert szerintem nagyon humoros volt, még ha te annyira nem is élvezted. A te hangodból
ez a tetves Apple farag podcast emészhető médiát. Ennyi. Hallod, fizika. Charlie küldesz nekem egy izét, egy Apple fényképet bubis borítékba. Persze, én is rajta leszek. Különféle Fourier transformációk varázsolnak belőle élvezhető minőséget, és a tudomány és a matematika független. Igen, mellesleg ilyen szoftvereket én legelőször egy Atari-n láttam, és az annak köze nem volt az Apple-hoz. De most jut eszembe, Audacity-n veszel föl, meg reszelget. Igen. Semmi köze az Almához, az egy tőzsgyökeres Linux-os open source szoftver. Na. Hoppá. Mi van? Semmi, inkább a cigit szívom, annak van értelme legalább. Ja, jó. Okay. Na, szóval visszatérve, akkor egyre inkább odafigyelnek arra, hogy az értékesítési csatornákon milyen ázsiója van az adott márkának, és nyilván ebből adódóan aztán egyre kevesebb lesz már a kvázi, de ez mondom, nagyon idézőjelben teszem, a kvázi hamis kínai termék, amikor a kínai hamisítja a kínai, és egyre inkább már csak a kisebb cégekkel fogják tudni ezt a kínaiak is megtenni, tehát ennyi lett volna a Fastekhez a hozzáfűzésem. Egyébként Blacky meg leírta, hogy a Fasteken mi az, ami eredeti, és hát Blacky szavait isszuk, mint mújó a cukormentes szörpöt, úgyhogy egy pillanat, és meg fogom találni. Addig iszok egy igen cukros szörpöt. Tiririm. Tehát például a Subtank azt mondja, Joytech kérdéshez. A Joytechnek van leányvállalata partnercége, például az iSmoke-a, aki nem mellesleg az eLeaf márka név tulajdonosa is, ezért van iStick miniben Joytech cella például. És a Fasteken kapható ezek közül sercegamálna. Ez tök jó, mert ez sehogy nem tudom majd kivágni, hogy te pamparammozol. Tehát akkor mondom, az eLeaf ice stickek eredetik, a Zigelei 30 wattos modok eredetik, a Vamok túlnyomó részben klónok, talán 3-4 eredeti van közöttük, a Smoke X Pro M szériából 2-t láttam, az mind eredeti volt, az Aspire Nautilus Mini eredeti, az Innokin SVD V1 van eredeti, és van klón is. Na, szóval azért eléggé mély víz, írta a sötét nagyúr, úgyhogy mindenki így bánjon a Fasteken vásárolt dolgaival. De mocskos szemét ez a csengő dal. Picit még hallgatod? Tehát le se tudnám tagadni, hogy kínai a telefonon. Úristen. A Xiaomi förmedvénye. Itt van. Én ezt a Fastek kérdést úgy definiáltam, valamelyik nap, amikor én is minden héten fölbukkan ez a dolog, hogy az autentik címkével ellátott termékek eredetiek, én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a Fasteken minden, ami az oda van írva, autentik, az eredeti, kivéve amelyik nem. És ezzel lefetted a halmaz 100%-át, mert ez lehet jelenteni ki. Jó. Szerintem lesz még Fastekes kérdés, majd arra még akkor visszatérünk. De akkor haladjunk tovább. Vegyük ezt a két pontot, vagy menjünk tovább, az olvasói kérdések is lesznek. Ezt elhagyom gyorsan én. Okosság és butaság, hogy a dualizmus is érvényesüljön. Okosság címszó alatt szeretnénk
felhívni a figyelmeteket a wikivapia.org nevezetű weboldalra, ami kifejezetten vapercentrikus wiki kíván lenni, és mindenféle nemzetközi témával és okossággal foglalkozik. Nézzétek meg. Ez majdnem Butaság... olyan jó, ez majdnem olyan jó, mint amit mi csináltunk a... Á, Charlie. Jó, oké. Okay. Nem, annyira hasznos és jó biztosan nincs, és nem is lehet. De ez legalább nemzetközi, és lehet angol nyelvet is gyakorolni rajta például. Ha nincs több kérdés ez ügyben, akkor viszont megemlékeznék a hét butaságáról. Kanadából, British Columbiából érkezett a hír Ziegler Ferry jóvoltából, ahogy az előző is egyébként, hogy a British Columbiában dohánytermékké, ez ugye ez egy kvázi állam a megyéje, nem tudom ott hogyan hívják az ilyen félig önálló földrajzi régiókat Kanadában, minden esetre British Columbiában dohánytermékeknek minősítették az elektromos cigarettákat és dohányzásnak az elektromos cigarettázást, az ostoba állatkák, ami kifejezetten annak a fényében érdekes ez az egész, hogy pont a napokban került a kanadai egészségügyi minisztérium elé egy javaslat, ahol ugye Kanadában eddig gyógyszertermékként apostrofálták az egész vonalat, és azt javasolják az egészségügyi minisztériumnak, hogy a legújabb bizonyítékok, töménytelen mennyiségű legújabb bizonyítékok fényében legyenek szívesek, és vizsgálják újra az álláspontjukat, mert nem egészen jó az, amit ők csinálnak. Annak a fényében egy kicsit merésznek tűnik ez a British-kolumbiai húzás, de majd szépen leradírozzák őket. Gyors voltam, Charlie? Hát, nem, pont jó. Reméljük, hogy leradírozzák őket, mert hogy az emberi hülyeség az ugye határtalan, és valami mindig szar irányba mennek el a dolgok, tehát nem tudom, kíváncsi leszek, hogy hová fog ez magát kinőni. Nem, na mindegy. Igen? Túl gyorsan akartam túl vicceset mondani, és nem annyira sikerült, tehát igazából nem magukon mennek ilyen irányba a dolgok, arra húzza az illetékeseket a zsebük. Jó, de ettől még mind, de ettől még... Ettől még szar irány. Még szar irányba megy, igen. Irányba megy. Igen. Ja, a szart az kukacsal mondtuk, csak hogy... Igen. Csak hogy ne kell kitenned a 18-as karikát, Charlie. Hát most már az a trend, vagy sik, vagy divat, úgyhogy lehet, hogy mi is átváltunk E betűsre. Ja, akkor többen hallgatnak. Nem, akkor nem jelenik meg a 18 év alattiaknak, de lehet, hogy nekünk így jó is. Igen. Explicit lyrics for the win. Bödörjük tovább magunkat a minket érdeklő témákkal, Mújó? Vagy ugorjunk az olvasói kérdésekre? Nem, szerintem először ugorjunk rá a spoiler alert részre. Garam Völgyi Dénes, tekerj annyit, hogy pont akkor fejezzük be majd, amikor te tovább hallgatod. Oké. Okay. Vagy majd szólunk, hogy most mikortól lehet. Mi volt a... ilyen pilotjelet rakni tudod, mint régen a kazettás magnó, hogy tudja, hogy meddig kell a gyors csévédésnek mennie. Igen, szégyellem sajnos azt a program verziót, amivel le tudtam generálni azt az MP4 formátumot, azt már nem szapportálja a szapportálója, hiába súlyos pénzekért vettem, úgyhogy marad az MP3, és nem tudok chaptereket hozzáadni, pedig az lenne a faszaság. Kukacsa természetesen. Mit akarsz spoilerezni, Charlie? Például a Banshee. Például a Banshee mennyire bedurvult. Fogalmam nincs, nem nézem. Nem nézed? Nem, ajajajaj, akkor azt... a jó voltából Babilon filmet nézem. Jaj, wow. Istenem, Babilon. Jó, akkor 100. 100, hát évad vége, szomorú vagyok, mert most megint sokat kell várni. De meglepő és mulatságos fordulat. Az nagyon Frankie volt egyébként, hogy megszabadította az ifjú kormányzónak a kezét a testétől. A végén az egy erős húzás volt.
az egy nagy katarzis és egyensúlyi feeling volt, igen, ott izgultam, hogy úristen, mindjárt vége az epizódnak, mindjárt vége az évadnak, ez a genyó nem úszhatja meg ennyivel. Figyelj, szerintem... És aztán nem. Szerintem rohadtul megúszhatja, mert mit tudom is én, nyomókötés is van a világon, úgyhogy szerintem ő egy olyan fő gonosz, akit nem söpörhetnek félre ilyen gyorsan. Túlélőgép. Igen, igen. Á, nem túlélőgép, annyira ilyen, hát ez a hegy alatti nyámnyila, a kis bájgúnár, bigyó, ráadásul ebben a vad világban, félkézzel. Nem de, sok jövő. De nyúlszájjal, és azok mindig erősek, látsuk csak Joaquin Phoenixet a Gladiátorban. A másik ilyen volt a Blacklist, ahol ott is bővelkedtek a fordulatokban. Ott most le vagyok maradva egyel. Ó, akkor nem spoilerezlek, mert tiszteletben tartjuk. Vikingek? Az megvan, az nap. Vikingeket egybe fogom nézni. Jó, akkor most te is fog be. Te is fog be a fület, hogy milyen durva, hogy előkerült a királynak a fia, aki a királynak a feleségével, aki lehet, hogy az anyja volt. És nem, az a Járborgnak volt a, hogy hívják, a felesége. A felesége, igen, és attól van közös gyerekük most? Nem, az még a Járborgnak a gyereke, tehát elvette a Járborg ex-feleségét annak halála után a kisgyerek, aki terhes volt a Járborg. Nagy, ez tiszta ilyen mexikói, ilyen brazil szappanopera, de igen. Igen. Én mondjuk nem értettem, hogy a csajt miért írták ki a sorozatból ott annál a jeges résznél. Igazából annak nem láttam értelmét, meg hogy mostanában a jövendőmondó sem mond igazából jövendőt, és a tenyerét se nyalogatják, úgyhogy az a része az kezd leülni, nem tudom, hogy miért. De ez a figura engem mindig a Sons of Anarchy-nak a motoros Charlie Hunnam-jére emlékeztet. Nem tudom, igen, miért. Igen, az tiszta olyan arc. Egy az egybe. De a legdurvább, ami volt, az bakker, amikor szonták, bezárták az ABC-ket a sorozatba. Az volt a legdurvább. Mi van? Hát ilyet ezt nem vártam. Mennek ezek a szerencsétlen vikingek, és egyszer csak vasárnap zárva az ABC. Sokkoló. Viszont a Walking Deadben meg folyamatosan nyitva van minden, önkiszolgáló jelleggel. Igen. Úgyhogy az is én egyfolytában várom, most még van talán két vagy három rész, hogy itt valami őrült nagy robbanás kell, hogy legyen a... Hát húzzák a feszültséget kegyetlenül. De alakul most ezzel, hogy az öregasszonynak a fia az... Most viszonylag sok embert vesztettünk egy részben. Igen, ez nagyon durva volt. Fasz meg. Hallod? Ott a forgóajtóba, hát mondom, ezt nem hiszem el. De ilyen nincs. Viszont ott kicsit megmutatta legalább az idióta fogyatékos, hogy van vér a pucájába ott, ahogy elcsalogatta a zombikat, illetve a járkálókat. Igen, az is egy váratlan fordulat volt. Jaj. Mi volt még a héten? Under the Dome nem indult még el, Silicon Valley hamarosan, Big Bang, zseniális kifuttatása van, hogy meghalt az anyja kinek? Én csak zsidónak hívom, de ez nem szép. Most írtelen akartam mondani, nem ugrik be. A Rajesh barátja. Igen. Howie. Howard Wolowitz. Igen, igen. És hogy leesett neki, hogy nem olyan Bernadett hangja néha, mint az anyámnak? És én nekem... De nekem ez volt már egy-két évaddal ezelőtt is, mikor ordított neki a fürdőszobából, hogy hát mondom, szerintem az anyjának is ő a hangja. Igen, ezt a poént egyszer-kétszer már felütötték. Hát egy az egybe. Hát ott Andersen meghalt, mese nincs. Jaj, viszont a múltkor fölmerült, hogy az Istenbe tudnak sorozatot csinálni a 12 majomból, és hogy
hogy és mint lesz ez. Úgyhogy most mindenkit megnyugtathatok, és bátran biztatok mindenkit, hogy kezdje el nézni a sorozatot, mert rettentő nagyot csavartak rajta. A kiindulási alapot megtartották, ahonnan indul a történetszál, az első 10 perc az mindenkinek teljesen ismerős lesz, és utána nagyon durva fordulatok vannak, egészen más a történet onnantól kezdve, tök más felé megy, rengeteg hangsúlyt fektetnek arra, hogy a jövőbeli szálakat is rendesen bemutassák, és tényleg nem klónja a mozi verziónak, csak ugyanabból a kiindulási alapból dolgozik. De jó kis sorozat lett. Na belenézek majd akkor az egy-két részében majd annak, de már mindennek úgy állok neki, mint a Human Targetnek, hogy azt is 4 rész után elkaszáltam, nem tudom, hogy miért. Power kéne. Mert az kicsit bugyutás volt. Bár én azt szerettem, de ez egy kicsit bugyutás volt. Ez a 12 majom, ez nem bugyutás. Ha valaki meg szereti még az ilyen kis időutazós, kis logikai, hurkos, mindenféle ilyen paradoxonos bigyókat, akkor ez nem fog csalódni benne. De jó van megírva, tök jó, dinamikus, izgi, frankó. Tudod, mit tetszett még? Agents of Shield-et nézed? Igen, persze. Hogy rendre előkerülnek mindig a nagy filmből a karakterek is. Az, amikor Kyle McLachlan megjelent benne, lehidaltam. Az. Jézusom, ezt honnan castingolták ide? Úgyhogy ott is jól alakulnak a szálak, csak már kezd, már az is nagyon bonyolult lenni nekem, hogy ki hogy rezgeti meg az egész univerzumot, meg a repülőgépet azért, mert ideges, meg eltöri a poharat. És kik ezek az emberek jelenség? Mindig jönnek valakik, akikről eddig nem tudtunk, de mégis csak vannak, és szálakat mozgatnak. Tiszta Walking Dead. Na, mi úriemberek vagyunk. Garam Völgyidén, és most már hallgathatod. És akkor menjünk át az olvasói kérdésekre, jó lesz úgy? Olvasói kérdések, persze. Jó. Mielőtt szegélytifika elalszik itt nekünk. Balanek Dániel föltette a kérdést a fasztekkel, azt már megválaszoltuk. Szabó Attila, Szabóm. Én ezzel a Szabóm témával nem vagyok teljesen tisztában, meg azzal, hogy miért kell mostanában divatból 20-30 watton hajtani a kazánokat. Mi értelme van? Hát annyi az értelme, hogy nem értelemnek mondanám én, hanem, és nem divat, hanem hogyha valaki nem a matekot erőlteti, hanem azt, hogy nagy gőzt akar, meg vastag húzalt, akkor annak nagy a hőtehetetlensége, tehát kell oda az energy, hogy megfelelően rövid idő alatt fölfűtse a fűtőszálat, ahhoz pedig ugye följebb kell pederni a teljesítmény állítót. Úgyhogy ezért ez nem divat, hanem egyszerűen csak a húzaloknak a sajátja, hogy vastag húzal, nagy hőtehetetlenség. That's all, folks. Kempf Tamás, miért ilyen finom a Mystic Juice málna? Hát azért ilyen finom, mert finom. Ez olyan, mint az üvegtigrisben. Azért ami meg azért jó, finom, mert jó. Mert én azt szívom. Ennyi. Igen. Vettem egy Warburgot. Aztán azt eladtam. Az árából vettem ezt a biciklit, kottákat, meg szaxofont. Ami meg azért jó, mert jó. Hogy a tigrisből idézzünk. Mizsei Mátyás, a nemrégiben történt bírósági döntés miszerint nem minősül gyógyszernek a nikotinos e-likvid. Hozott valami fejlődést a témában, vagy még mindig ugyanaz a helyzet, mint előtte? Van-e valami kialakulóban? Van. Kialakulóban van. De mondjad te, Krisztián. Hát korai még bármit mondani igazából, közvetlenül nem, tehát a hatóságok hozzáállását azt ismerjük az ilyenfajta bírósági döntésekre, ami alapvetően cáfolja meg az ő mindenfajta állításukat, arra szeretik rásütni, hogy ez egy egyedi elszigetelt eset, egy egyedi esetben történt döntés, úgyhogy ők ezzel nem nagyon érzik magukra kötelező érvényűnek az ilyen típusú ítéleteket. Valami fejlemény várható, de én sem tudom. Tehát most ilyen kialakuló félben van valami. Talán annyit... Ez a kormány szóvivős volt.
Talán, hát igen, talán annyit tennék hozzá a helyzethez, hogy tudomásom szerint ma Magyarországon egy e-cigarettával foglalkozó cég fog talán, hanem fog állásfoglalást kérni, kormányszintű állásfoglalást ezek után, hogy egy bírósági szakértő ezt a kijelentést tette, és én úgy tudom, hogy ők meg fognak keresni egy másik szakértőt is, mert ugye, ha valaki szakértői véleményt ad ki a kezéből, az nem úgy történik, hogy ő mit gondol, hanem nyilván egy óriási tapasztalat van a háta mögött, és 10 év múlva is meg kell, hogy állja a helyét az a szakértői vélemény, amit ő kiadott a kezei közül. És ha már két szakértő is mondjuk a nikotin tekintetében azt fogja nyilatkozni, hogy már pedig ez nem felel meg annak a kritériumnak, amit az egészségügyi államtitkárság állít, és ez alapján, nem tudom, hatósági eljárásoknak, vegzálásnak teszik ki a forgalmazókat, akkor mindenféleképpen muszáj a NAV-nak egy hivatalos állásfoglalást kiadni. Ami egyébként megint nem ér semmit, tehát ezt így végig gondolták ezt a folyamatot, de meg fogják tenni. Megint nem ér semmit, mert abban a pillanatban, hogy a NAV kiad egy állásfoglalást, ott lesz az állásfoglalás végén, hogy ez ugye nem törvény erejű rendelet vagy határozat, amit ők kiadnak, és ettől függetlenül még a NAV ugyanazon részlege el fog járni az államtitkársági leíratra való hivatkozásra. De azért azt gondolom, hogy kezd valamilyen szinten a kereskedői forgalmazói vegzálás, mármint a NAV irányába, illetve a hatóságok irányába kezd erősödni, mert a piac biztonságát kéne valamilyen szinten helyreállítani, és nem rettegni attól, hogy mi lesz a következő ellenőrzéskor. Hiába tudod, hogy 2 év múlva majd igazad lesz a bíróságon, ezt jó volna azért előre tudni, de várjuk a fejleményeket. Mi is nagy izgalommal, hogy a hatóságok mit fognak erre reagálni, mert azért az egy érdekes helyzet, akármerről nézzük is. Oké. Következő kérdés, Szűcs Péter tollából. Melyik mostanában kapható viszonylag olcsó, egyszerű dripkazánt ajánlanátok, ami akár dual, akár single módban is jól teljesít? Vattás, mikrokoil, vagy akár hagyományos üvegszálas tekerés is szóba jöhet. Ezt meghagyom neked, Charlie, te találkozol non-stop a kazánokkal. Fifika? Hát én most azon gondolkoztam el, hogy single, dual, vatta, üvegszál, nem tudom én mi. Tehát én azért ezt a kettőt már eleve két külön kategóriába tenném. Tehát ez a mindenre jó szerintem ilyen egyébként nem létezik. Tehát ha nekem én duálom, nem fog... Ez most mi volt? Gondolom a külön vélemény. Egyetlen értésem diszkrét jelen volt. Jó, tehát én duállal nem foglalkozom, úgyhogy én gyakorlatilag tartom azt a véleményemet, hogy a legjobb single kazán, drip, ugye dripről beszélünk, a legjobb ízű drip kazán, amit single-ben meg lehet tekerni üvegszállal, akár vattával is, az még mindig az én számomra a Prometheus, vagy Prometei. Vagy Prometei, így van. Most te jössz, Charlie, és akkor... Az egyik, az nekem is ez lett volna, mert ugyannek még az előző verziónak, a mostaninak már kisebb a puffere, mert a levegőcső is rövidebb lett. És egyébként ez pont jó ez a kérdés, mert én is hónapok, hanem évek óta vadászom azt a drip kazánt, ami nekem jó lenne. Én maradnék a dual tekerésnél, és nekem az elvárás, hogy a középső
pozitív érintkező az ne egy lyuk legyen, amiben két húzal dugok, hanem egyesével tudjam rendezgetni és meghúzni a csavarokat, tehát négy bekötési pontja legyen, nem három, és nem baj, hogyha a középső mondjuk rész legalább az alsó érintkezője, és legyen bazira levegős. És mostanában reneszánsz, mert nem volt előtte divat, de mostanában az a módi, hogy egy kazánhoz adnak egy ilyen viszonylag hagyományos méretű drippet, és adnak hozzá egy ilyen széles szájú drippet, amin lehet aztán orvérzésig még levegőt is venni rajta. Az egyik nekem, ami már majdnem jó lenne, az a Mutation, de nem tudom igazából, hogy most azzal mi a helyzet, hogy tetszik-e nekem, vagy sem. A másik, ami már majdnem jó, az nemrég jelent meg az FT-n. Nekem a Tallinn adott kölcsön Matyi egy ilyen kazánt. Ez a Freak Show lenne. Ez azért jó egyébként, mert nem úgy kapja, mint a Kennedy mondjuk, hogy van két ilyen öklömnyi nagy luk alul, és hogyha túlöntöd, akkor lefossa a kazánodat, hanem a tekerés alulról kapja a levegőt, viszont oldalra megy ki, és a palástal tudod szabályozni, hogy kettő lyuk. Tehát ez a hagyományos, tudjátok, kettő egymással szemben, egy meg a másik oldalon. Tehát single vagy duálban is tudja az ember szívni. Az a bajom vele csak, hogy imbusz kulcssal kell megtekerni. Én nem szeretem ezeket az egzotikus csavarokat, mert vagy elhagyod az imbusz kulcsot, vagy pont akkor nincs nálad, amikor kéne, viszont jó a levegő ellátása, hallottátok, meg jó a gőzképzése is. Annál, ami nálam van, ott pont nincsen ez a nagyobbik levegő cső, vagy drip, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de még ezzel a Typhoon GT2-nek mi a dripje, ez a torzóval is teljesen jó értékelhető gőzt ad, és nincs erőködés vele, úgyhogy ezen gondolkozom most nagyon, és hát aztán, hogy most vattás, vagy mikró, vagy üvegszál, vagy anyám kínja van beletekerve, az szinte teljesen mindegy. Arra kell vigyázni, hogy ne érjen hozzá a kis levegő csőhöz a vívőközeg, mert aztán akkor kivezet mindent a kazán oldalára. De mondom, tehát ez még úgy közelít, de hát ott van a dolg, ott van a Mutation, ott van a milyen ilyen van, még várjatok. Nincs más, ami ilyen. Jobb bulást még mindig. Tehát én ezeket nézegetném, csak most valami. Hát akkor ott van a Crescent Moon-nak a fú, nem is tudom, mi a kazán neve eredetiben, de hát ezekhez meg nehéz hozzájutni itthonról, de mondom, tényleg az a Prométhei az nálam is itt van kóstolgatósnak. Teljesen jó, vállalható kis kazán. Szerintem az egyik legjobb ízű single kazán. És pofon egyszerű egyébként beüzemelni, és a régi, olyan szempontból nekem a régi verzió jobban tetszik, hogy 1,5 millit lazán benyel, és mégis drip kazán, a hosszú levegőcső miatt jó pofa. Úgyhogy mi ezeket tudnánk javasolni. Na. Nagy Mátyás, miért okoz problémát az embereknek szép magyar szavakat használni a sok angol kifejezés és rövidítés helyett? What? Nem tudom, én cirkumveniálnám a kazánt, és megépíteném a legjobb bildet, de leginkább I don't know, but it doesn't matter. Úgyhogy nem tudom hirtelen, hogy milyen szavakra gondolt itt Matyi, de mindig az adás után derülnek ki, hogy félreértettük a kérdéseket, és mit, tehát ez tök jó lenne, hogyha így körbeírnák, hogy milyen szavakra gondoltak például, vagy milyen szóra gondolt, mert
bennem most így hirtelen nem esett le, hogy mik azok, amiket így emlegetnek, aztán már irritáló. A build, oké, okay, meg a crazy. De más nem, csak szívni kell. Mert az a cool. Cool. Ja. Hát jó, csak mondjuk előtte meg kell pimpelni a kazánodat, és akkor lesz cool a steam, hogyha szabad ilyen pongyolán fogalmazni. A stúf, akkor lesz cool a stúf. A lájkolnám, amit itt most mondtatok. Nem tudjuk, miről beszél egyébként. Ja, úgyhogy ennyi volt röviden. Nincs. Én az előzőhöz még hozzáfűzném, mert nekem azért cöcögtem itt be Fifikának, hogy én még mindig teljesen nagyon meg vagyok barátkozva a kis perszómmal, és a Péter által felsoroltakból minden teljesít, kivéve a mostanában kaphatóságot, ami egy kicsit hátránya a dolognak. Igen. Egyébként nálam egy ismerősömnek itt van a szettje, tehát a kaphatóság, hogyha valakinek egy Kuzi Next kell full Pelzó szettel, akkor emelje fel a kezét, és díleljük le a dolgot. Tán csak nem az időjáráshoz van köze a barátod nevének. Nem. De ő is. Akkor kettő van. Mintha olvastam volna. Nem, csak neki nincsen perzója, mert akkor viszont így helyes bitek, van egy Kuzi Next full perzó szettel, meg van egy polírozott 007-es sorszámú limited edition Next. Úgyhogy ilyenekért lehet jelentkezni a BKV találtárgyak osztályán. Ha ott nincs, akkor nálam van. Engem már csak az érdekelne, hogy a barátod tud róla, hogy árulod a perszóját. Azért adta oda. Igen. Úgyhogy ennyi lett volna mára. Szégyelem csak 1 óra 22 perc. Valakinek biztos tetszeni fog Kovács Attila helyett. Lackó Attila meg fog minket kövezni. Én próbáltam most hallgatni, megint visszazökkenni, és feliratkoztam megint a régi csatornáimra, de nem tudok erőt venni magamon is. Engem irritál az égéstér például. Úgyhogy nem tudtam 10 percnél többet hallgatni azt az agymenés. Lehet, hogy ők meg így gondolják róla. Kizökkentél a vágányból, vagy a vágásból, vagy a sínről. Kisiklott a vonat alólad. Elromlott. Az ő podcastjük vonata kisiklott, Charlie, a te sineden. Hát nem azért mondom, de te azért... Szebbeket szoktál festeni. Vagy az biztos kottából. Jaj, Istenem. Nem tudom. Jaj, ez nagyon... várjatok, ezt még meg kell, hogy említsem. elcigitesztek.hu. Ma került ki a soron következő hírlevél is, illetve alapismeretekbe ugye a tények és tévhitek. Az egyik, hogy valaki megjegyezte nekem olvasói kommentben nem megbocsátható módon rám írva privátban. Milyen emberek vannak tényleg? De ez nem az. Igen, Charlie, így kezdődik. Szia. Majd ezt kivágjuk. Nem kekeckedésből lenne szó észrevételemben. Összehasonlítod az analóg cigivel az elektromosat, és azt a jelzőt használod az e-ciginél sokkal egészségesebb. Nem. Ez nem állja meg a helyét. Az oka, hogy az analóg nem egészséges, így az e-cigi sem kimondottan egészségesebb. Jobban mutat az a kifejezés, hogy sokkal kevésbé kártékony, vagy bármely más szinonimája lenne érvényes. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem azért egészségesebb, mert ezzel pozitív gondolatot tudunk az emberek fejében ébreszteni. És egészségesebb. Nem, abszolút nincsen igazad. Ez szerintem nem, ezt mondd úgy, hogy szerintem nincsen igazad.
Ezt én most az asszertív tréningen tanultam. Szerintem nincsen igazad. Nem, nem. Nem, abszolút. Ezt így kell mondani. Szerintem nincsen igazad. De figyelj, Charlie, vége van a tréningnek. Tehát. Nem baj, én asszertív maradtam. Jó, tehát lényeg az, hogy ezt már valamelyik podcastben szerintem körbejártuk ezt a témát, és ha jól emlékszem, Krisztián, erősíts meg, akkor mi abban maradtunk, hogy igaza van a kommentelőnek, mert nem mondhatod azt, hogy egészséges. Nem, ezt nem mondom, azt mondom, hogy egészségesebb, de a kontextusra figyeljünk, mert én közben kiderítettem. Ugye azt írom az oldalon, hogy az elektromos cigaretta káros az egészségre. Ez egy tény, a válasz. Természetesen károsabb, mintha csak tiszta hegyi levegőt lélegeznénk be, de sokkal egészségesebb, mint a hagyományos cigaretta. Hisz, ahogy fentebb írtam, nem tartalmaz közel 40 karcinogén vegyületet, és a többi, és a többi. Tehát a kontextusban ott szerepel a tiszta hegyi levegő, a cigaretta és az elektromos cigaretta. Tehát... Szerintem meg ebből a szempontból teljesen mindegy a kontextus, mert te az egészséges szó fokozását használod az e-cigarettára, és úgy állított szembe a cigarettával, mintha az egészséges lenne, ez meg egészségesebb lenne. Máshogy érted? Mondom, ha nem rakom oda, hogy sokkal, mint ez ha már... Mint azt mondanád a téglára, hogy téglára. Ez már grammarnáci. Ilyen on. Valóság tartalmában nem állítasz valótlanságot, ellenben szemontikailag nem kifejezetten szép. Ha azt írom, hogy... Nem szerencsés. Ha azt írom, igen. Hogy nem azt írom, hogy sokkal egészségesebb, hanem azt írom, hogy egészségesebb, az viszont tökéletesen megállja a helyét. Persze, de hogyha mondjuk ezt úgy nézed, hogy mondjuk délutánonként kocogni 10 kilométert egészségesebb, mint szíven szúrni magad. Akkor sem hazudsz. Nem, csak de pozitívan nem próbálod feltüntetni a rekreációs tevékenységed újabb idegen szó. De egyébként igen, Fifika, jól emlékszik, abban maradtunk, hogy a legszerencsésebb a nagyságrendekkel kevésbé káros. Na, Fifika, akkor korbácsot a kézbe, mert hogy 4 ember hagyta jóvá a cikket, az egyik te voltál közüle, akinek át kellett volna olvasni. Ha nem olvastad át, akkor korbácsold gyorsan meg magad, kukorica a sarokba, térdepelj rá te is. Köszi. Oké. Likvidetöntök a nadrágomban. A másik... Ez egy igazi vaper. A másik ezzel kapcsolatban... Ez jó is, hogy még adásban vagyunk. 10-re jön be, mindjárt végzünk. A kimaradt, de szerintem lényeges lenne témában írta Barbar, vagy Barbár, nem tudom, több esetben, és amikor dohányos ismerősökkel, munkatársakkal került szóba, elmondom, hogy azért kevésbé káros, mert az analóg cigi, és itt felsorolja. Oké, a PG-t, VG-t letudom, de aztán valaki mindig beleköt... Jó Istenem! Lenyomtad? Tehát, azt mondja, a PG-t, VG-t letudom, de aztán valaki mindig beleköt az aromába, hogy de hát biztosan károsabb, mint az analóg. Erre max annyit tudok mondani, hogy az analógban is van aroma, tudtommal legalábbis ezzel biztosítják, hogy egy Mavet X-márkájú analógnak pont olyan íze legyen, mint az összes eddig legyártott ugyanolyannak, de ezzel elindul a... Szerinte pedig az e-cigi aromája is leginkább olyan káros lavina, és hatom az egészet. Nincs mivel tovább élve, nem tudnátok erre valami segítséget adni, akár itt a Tények és Tévhitek cikkben. Akkor én annyit írtam neki, hogy ugye azt javasolja nekik, hogy iratkozzanak fel a hírlevélre, és hetek alatt kikupálják saját magukat a témában. Hamarosan lesz neked a likvides témaköröd, illetve az meg az én személyes véleményem, hogy aki ennyire ellenkezik, azt nem kell megtéríteni, nem is akarja igazából, meg hogy zavarja el őket a wikire az oldalon, és ott sok hasznos infót meg fog tudni. És egyébként meg, ha azt írja, hogy az aroma biztosan károsabb, mint a cigi, akkor kérdez vissza, hogy honnan tudja.
Egy cigitől még senki nem halt meg, az analógról ezt nem tudjuk elmondani. Minden esetre a mai podcastben kitértünk ugye erre. Végső érvként pedig a Jokert felsorolnám, a kedvencemet. Mondd meg nekik, hogy egy dologgal biztos többet szív az analógban, marhahúgy, mert hogy az is van benne. Marhahúgyos likvid ellenben nincs. És aki ennyire retteg az aromáktól, az holnaptól fogyasszon kizárólag csapvizet és ostyát. De ha... Vagy natur PG-t, VG-t, nullás likvidként. Igen, épp ezt akartam mondani, ha valaki ennyire retteg az aromától, az szívjon natur PG-t, VG-t. Nincs rossz íze, abszolút jó használható. Sőt, én szoktam néha ilyen szüneteket tartani magamnak, hogy egy fél tankkal elpöfékelek sima natur PG-t, VG-t, és teljesen használható a történet. Na, de nekem mennem kell, mert beért a lányom vonata, mint azt az előbb lehetett hallani. Úgyhogy egy élmény volt veletek, és majd mondjátok meg, hogy mi lesz az adás címe. Én kiléptem. Szerbusz! Sziasztok! Na, úgyhogy ennyi. Boris még hozzászólt a sajátos angolságán. Most azt nem tudom hirtelen, mert valaki itt még írta, hogy úgy tudja, hogy a nikotin halálos dózisa fél 1 mg per test kilogram körül van. A cikkben pedig 50 mg a már önmagában is említett halálos adag. Ez most hogy van? Ezt már egyszer kiveséztük, hogy felnőtt férfi embernek valahogy test kilogrammonként 1 mg környékére lőtték be, tehát igazából az ilyen 50 és 70 közé lőtték be évszázadokkal ezelőtt teljesen hibásan. De ezt valamelyik adásban, ezt tőről egyre kiveséztük, amikor pont ezzel kapcsolatban volt egy tudományos fejtegetés. Valamire emlékszem, igen, csak annyi adás volt már, hogy már nem emlékszem, én sem. Hogy én arra a számra kifejezetten emlékszem, hogy a legdurvább öngyilkossági szándékkal fogyasztott nikotin mennyiség 1500 mg volt, és abból egy ordinári rókázás lett. Igen. Nem a Hagyvárad téren, de a mikérség nem múlik. Igen. Lehúzzuk mi is a rolót? Hát figyelj! Eltoljuk a biciklit? Szépen fölütötte a labdát Fifika, akkor találjunk egy szép címet. Mert még itt a végén elérjük a 2 órát, aztán akkor hülyeségeket beszéltél itt 20 perccel ezelőtt. Igen. Úgyhogy gyorsan télakoljunk. Szerintem nekem a mai best of, illetve a made my day, és akkor Matyinak a táptalajt adtunk. Szerintem a... Mi volt az a Tótmaris? Várjál. Noszti fiú esete Tótmari van. Na, lehetne az, hogy a ragasztós fiú esete a kétdimenziós móddal. Jó. Jó, akkor innen is csókoltatjuk Gavront, az örök geggyáros Clairvoyt, és mindenki mást, aki végighallgatott minket az elmúlt kicsivel több, mint másfél órában. Most már csak neked mondom, hogy jót beszélgettünk, Krisztián, jövő héten találkozunk. Szia! Szevasz, sziasztok!